Ebben a mai videóban a rozácea okairól és megoldásairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A rozácea az arc középső területén értágulattal, gyulladással jelentkező bőrpanasz. Okai nem tisztázottak, legalábbis az orvostudomány nem tudja pontosan, hogy miért alakul ki, viszont ha átgondoljuk azt, amit tudunk, megállapíthatjuk az összefüggéseket, ki tudjuk deríteni a lehetséges okokat, és megtalálhatjuk a megoldásokat is. Gyakran alakul ki a rozácea például hölgyeknél a változókor után, ami arra enged következtetni, hogy összefüggésben van a probléma a mellékvesékkel, ugyanis a változókor után a mellékvesékre fokozott teher nehezedik, mivel a petefészkek már kevesebb nemi hormont termelnek. Azt is tudjuk, hogy a mellékvesék nagyon sok C-vitamint tárolnak, és azt is, hogy a C-vitaminnak igen fontos szerepe van az érfalak védelménél, főként a vékony hajszálereknél, illetve a kollagén hasznosulásához is szükséges. Cushing-szindróma alatt is gyakori a rozácea. Ez a probléma a mellékvesék által termelt kortizol hormon magas szintjével jár, ami kialakulhat a sok stressztől és a szteroidos gyulladás csökkentők alkalmazásától is, tehát ismét a stressz és a mellékvesék. Cushing-szindróma alatt a kortizol rezisztencia alakul ki, ami hasonlatos az inzulin rezisztenciához, tehát a sejtek nem tudnak reagálni jól a kortizolra, így a kortizol nem tudja kifejteni gyulladás csökkentő hatásait, ezáltal gyengül az immunrendszer. Azt is tudjuk, hogy a legtöbb embernél a stressz helyzetek idézik elő a fellángolását, tehát az érzelmi stressz, az erősen hideg vagy meleg levegő, vagy mondjuk az intenzív edzés. Az eddigiekből tehát következtethetünk arra, hogy a rozáceának nagy valószínűséggel köze van a sok stresszhez, a túl sok kortizolhoz, illetve a C-vitamin és a kollagén hiányhoz is. Azt is tudjuk, hogy az orvosok antibiotikumokkal és gyulladáscsökkentőkkel kezelik a problémát, tehát nem kívánatos baktériumok is közrejátszanak a probléma kialakulásában, így még egy megerősítést kapunk arra, hogy a legyengült immunrendszer is valószínűleg felelős a tünetekért. Rozáceás betegeknél nagy arányban fordulnak elő atkák a szervezetben, illetve a síbó, azaz a nem kívánatos baktériumok, paraziták és kórokozók is elszaporodnak a vékony bélben, ami puffadással, bélgázokkal, hasi fájdalommal, hasmenéssel és székrekedéssel járó tüneteket okoz. Ha el akarunk indulni a gyógyulás útján, először is a C-vitamin és a kollagén bevitelére gondoljunk. Jó C-vitamin forrás a citrom, például naponta facsarjunk ki 1-2 citromot, adjunk hozzá kis stéviaport vagy csepet, és öntsük fel vízzel, ígyuk meg. Paprika, savanyú káposzta és a homoktöv is többek között. Itt is hangsúlyozom, mint más videóban is tettem, hogy az aszkorbinsav nem C-vitamin, az aszkorbinsav a C-vitamin külső burka, így a C-vitamin tablettákkal, cseppekkel, kapszulákkal túl sok eredményt rozácea esetén sem tudunk elérni. A kollagént bevihetjük a rendszeres húsleveslé, csontleveslé fogyasztással, illetve kollagéntartalmú italborokkal is. A második segítséget az MSM-től kapjuk, ez egy szerves kénvegyület, amit belsőleg étrendkiegészítő és krémformában is alkalmazhatunk. Az MSM hozzájárul a rozácea során kialakuló gyulladás csökkentéséhez, mérsékelheti a bőrpirt, a viszketést és javít a bőr hidratáltságán. A baktérium atka, parazita és gombaellenes szereknek az alkalmazása segíthet a nem kívánatos mikroorganizmusoktól megszabadulni. Az öt legjobb szer, melyek nem csak a baktériumok, de a paraziták és a gombák ellen is hatékonyak, a grapefruit mag kivonat, olaj vagy cseppek formában, a nímolaj, ez egy indiai gyógynövény, a hidegen sajtolt szűz kókuszolaj, a szegfűszegolaj vagy kapszula, és a teafaolaj. Segíthet megszabadulni a káros baktériumoktól, gombáktól és parazitáktól a bőtölés is, illetve a szénhidrát bevitelünk csökkentése, tehát a cukor és minden, ami cukorra alakul, például a gabonaételeknek a visszaszorítása a táplálkozásban. Nagyon fontos a probléma megszüntetéséhez a stressz kezelése, visszaszorítása, ami több pihenést, több nyugalmat és relaxációt jelent. A sok stressz, a sok munka, a kevés alvás gyengíti az immunrendszert és fokozott terhet jelent a mellékvesékre. És végezetül az immunrendszerünk több szinten történő erősítésére is gondoljunk, nem csak a probléma megszüntetéséhez, a hosszú távon megerősödés érdekében is.
Nagyon jó immunerősítő például a tiszta méhpempő, reggelente éjgyomorra vigyünk be 1 g méhpempőt pár héten keresztül. A mikroalgák kiváló immunstimulások, lényegében sűrített zöldségek, természetes formában tartalmaznak rengeteg mikrotápanyagot, vitamint, nyomelemet, klorofilt, polifenolt, zsírsavakat és poliszaharidokat. Itt ajánlom a figyelmed az Immunex alga komplexet, amely 5 különleges algát egyesít a szervezet kiegyensúlyozott, hosszú távú egészséges működéséhez. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.